A szakmák éjszakáját rendezi meg Magyarország minden szakképzőintézménye április 15-én. Egyszerre és egy időben, ezen a napon, este 6-tól 10-ig minden szakképzési centrumhoz integrált oktatóhely megnyitja kapuit. Nem csak a tovább tanulás előtt álló kisdiákok, de családjaik vagy átképzésben gondolkodó felnőttek előtt is. Nógrád megyében 9 iskola várja az érdeklődőket. A szakmák éjszakája programsorozat első alkalommal van az országban. Ennek az a fontos és lényeges szerepe és feladata, hogy bemutassuk a szakmákat, ne csak pusztán a szakmaiság szempontjából, hanem egy kicsit közelebb hozva az emberekhez, most nem azt mondom teljes mértékben, hogy játékos, bulizós formában, de mindenféleképpen egy családias, kötetlenebb formában tudjuk bemutatni a szakmákat, illetve azon tagintézményeket, akik részt vesznek ebbe, Csalgó-Tarjánban mind az 5 tagintézmény, de a megyében mind a 9 tagintézmény részt vesz. A színes programokban szám szerint és összesen 95-öt kínálnak majd a vendégeknek, akiket szervezett utaztatással segítenek majd az intézmények elérésében. A pedagógusok közül is sokan vállalkoztak a kirándulások felügyeletére, hisz például Karancságról 37, Karancslapújtőről 25 diák szeretne élni a lehetőséggel. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közös szervezésben nagy segítségünkre voltak, mivel buszjáratokat indítanak különböző településekről. Hát nekünk, mivel Nógrád megyében egy szakképzési centrum van, így a kis falvakból is meg kell oldani, hogy az érdeklődőket a helyszínre tudjuk szállítani. Ebben voltak nagy segítségre, hiszen ingyenes buszjáratokat indítanak ide a megyeszékhelyre. A megyeszékhelyen belül pedig a Volán biztosítja a szállítást különjárattal egy úgynevezett szakmai tanösvényen. Ennek térképét és menetrendjét az érdeklődők számos információs portálon és közösségi oldalon megtalálhatják. Ez a szakmai tanösvény azt jelenti, hogy a helyi járat buszok a kijelölt menetrendjük alapján meg fognak állni a tagintézmények közelében lévő buszmegállókban, és óránként ezt a szakmai tanösvényt biztosítják számunkra.